Sziasztok! Ebben a videóban kalandpályákhoz mondok nektek pár ötletet, egészen pontosan a játékmenettel kapcsolatban. Ezek nem kész tervek, ezek még kevesek ahhoz, hogy egy kalandpályát felépítsetek, ez csak egy kiinduló pont, egy alap. Ehhez még kell a helyszín, a történet, stb. Stb. Ezek nem új, soha nem látott játékmenetek, sőt nem egyet már én is elkészítettem a listából. Ennek a videónak a célja inkább a motiválás. Hogy megmutassam nektek, hogy lehet máshogy is pályát építeni. Ugye leggyakrabban kétféle játékmenetet szoktatok használni. Az egyik az, hogy próbákat kell egymás után teljesíteni. Van, hogy van történet, van, hogy nincs történet. Kitaláltok különböző feladványokat, amiket egymás után teljesíteni kell. Parkour, mobharc, labirintus, vagy van olyan, hogy kifejezetten egyféle rejtvényre épül a pálya, mondjuk egy parkour map. És akkor ott ugye különböző nehézségű szakaszok vannak. A másik típus pedig ez a klasszikus kalandozós, el kell jutnod A pontból B pontba, van egy fő küldetés, általában vannak mellette mellékküldetés, hozd ide, vidd oda, ragd ide, csináld meg, csináld ezt, csináld azt. Szóval olyan kalandozós, mentek a pálya elejétől a végéig, és közben kisebb-nagyobb feladatokat kell teljesíteni. Szerintem azért van ezekből a legtöbb, mert ezeket lehet csak úgy tervezés nélkül is akár elkezdeni. Amiket én mondok, a listán szereplő játékmenetek, azok egy kicsit több tervezést igényelnek, illetve nem mindegyik van köztük kivétel, de a nagy része az nem tud csak úgy működni, hogy kedvem van most pályát építeni és elkezdek valamit csinálni. Ez az előbb említett két leggyakoribb játékmenetnél, ezt meg lehet csinálni, hiszen elkezded építeni a terepet, a kalandot, és ahogy eszedbe jut valami küldetés, azt megcsinálod. És akkor folyamatosan épül a pálya, míg végül össze nem rakod a legutolsó feladatot. Illetve a próbásnál is ugye ugyanez, csak ott általában kevesebb a történet, meg inkább a kihívás részén van a hangsúly. Viszont nem csak ilyen pályákat lehet csinálni, rengetegféle pályát lehet csinálni, de úgy érzem, hogy ezt nem használjátok ki. Ezért úgy döntöttem, hogy csinálok egy listát, és megmutatom nektek, hogy igenis lehet másféle pályát is csinálni. Az elemek között nem állítottam föl sorrendet, egyszerűen elkezdtem felsorolni őket, és ahogy eszembe jutott, úgy fölírtam, aztán nem rendeztem őket. Szóval ne tévesszem meg senkit a számozás. Na de nem is húzom az időt, lássuk a listát. Fejleszgetős. Ez a típusú játékmenet arról szól, hogy van valamit, amit te folyamatosan bővítesz, fejlesztesz. Ez lehet akár egy építmény, valamilyen terület, de akár lehet valamilyen gépezet is, jármű, sőt, akár mondjuk háziállat is lehet, vagy van valamilyen szörnyet, és azon viszel végbe különböző változtatásokat, fejlesztéseket, hogy minél erősebb legyen. Ilyesmi játékmenet volt például, amit Csabinyónak a 100 000 feliratkozója alkalmába készítettem. Ott ugye volt egy ilyen lebegő szigete, és folyamatosan kapta a pályelemeket, amiket el kellett rajta helyeznie. Azt ugye ő döntött el, hogy hova helyezi el, és így folyamatosan bővült az ő kis szigete. Persze nem feltétlenül kell olyanra csinálni, hogy a játékos szabja meg, hogy milyen alakú legyen, hogy mit hová rak. Lehet ezt kötötten is csinálni, és mondjuk neki adott feladatokat kell teljesítenie, vagy adott tárgyakat összegyűjteni, vagy pénzt, hogy feloldja a következő fejlesztést. Persze nyilván érdekesebb, amikor megcsináljátok olyanra, hogy a játékos el tudja dönteni, hogy mit hová rak. Ez egy kicsit több átgondolást és tervezést igényel, hiszen szem előtt kell tartani minden eshetőséget, hogy ezek a fejlesztések ne akadjanak össze. Például Csabinyó pályájánál arra kellett odafigyelnem, hogy ezek az X-ek ne legyenek túl közel egymáshoz, mert akkor úgy egymásba értek volna az építmények, és egymást kitörölték volna. Illetve nyilván az újabb, a régebbit. Szerintem ez egy nagyon jó játékmenet, nekem az egyik kedvencem erről a listáról. Főleg akkor igazán jó, hogyha minél interaktívabb. Tehát mondjuk a játékos dönti el, hogy milyen fejlesztéseket szeretne, és hová szeretne azokat a fejlesztéseket. A 100 000-es pályát hoztam föl példának, de vonatkoztassatok el, legyetek kreatívak. Nem csak ilyet lehet, nem csak építményekkel lehet. Ugye mondtam, hogy lehet az akár egy gépezet, vagy lehet egy háziállatod, valami élő lényed, amit fejleszget. Vagy akár egy szoba, ahova a bútorokat szerzed be, vagy mondjuk egy telefon, aminek a különböző funkcióit bővített ki. Nem is kell feltétlenül olyan nagynak lennie. Lehet az kicsi is. A helyszín is sokféle lehet, egy idegen bolygó, vagy valamilyen western környezet, vagy sci-fi, vagy horror. Szóval ezt sokféleképpen fel lehet öltöztetni, legyetek kreatívak, de ez mindegyik elemre igaz a listából.
karakterfejlődés. Első hallásra ez úgy tűnhet, ez ugyanolyan, mint az előző pont, valójában nem. Itt a saját karakteredet fejleszted, kapsz képességeket, vagy tárgyakat, vagy fejlesztéseket, tehát valahogyan új képességekre teszel szert, amivel újabb pályarészek lesznek elérhetőek. Én az első pontnál úgy értettem, hogy amit fejlesztesz, az egy fix helyen van, és mindig oda térsz vissza, de tulajdonképpen megoldható úgy is, hogy magaddal viszed azt, amit fejleszgetsz, és olyat is lehet csinálni, hogy az old fel új pályarészeket, szóval lehet átmeneteket csinálni a pontok között. Sőt, lehet őket kombinálni is. Nem feltétlenül kell egyet kiválasztani és ahhoz ragaszkodni, kitalálhattok sajátot, vagy összerakhattok a felsoroltakból egy teljesen újat. Ez csak egy motiváló videó, hogy megmutassam, így is lehet. Szóval ezt a pontot viszont úgy értettem, hogy saját magát fejleszi a karakter, és valahogyan képességekre tesz szert, amikkel egyre több helyre tud elmenni, egyre több dolgot tud megnézni. Mondjuk teszem azt, megkapja a magasugrás képességét, és onnantól kezdve a magasabb helyekre is el tud menni. Ez lehet akár egy szuperhősös pálya, de akár lehet az is, hogy a játékos egy robotot alakít, aki különböző fejlesztéseket kap, és így lesz egyre erősebb. Vagy akár játszhatunk egy tudóst is, aki különböző szérumokat talál fel, beadja magának, és így tesz szert újabb képességekre. Nyílt világú. Ennek a játékmenetnek az a lényege, hogy van egy megadott terep, és ennek a terepnek a különböző pontjain tudunk küldetéseket felvenni, illetve leadni. Tehát nem egy lineáris pálya van, hogy mindig egy út van, és azt kell megtalálni, és úgy kell tovább jutni, hanem van egy nagy terep, mondjuk egy város, mondjuk nem feltétlenül kell nagynak lennie, szóval van egy fix terep, amit bármikor be tudunk járni, mindenhova el tudunk menni, és ezen cikázunk ide-oda küldetéseket felvenni, illetve teljesíteni. A legnépszerűbb ilyen játékmenetű játék ugye a GTA, azt szerintem a legtöbben ismeritek. Például sokféle foglalkozást meg lehet valósítani ezzel a játékmenettel, mondjuk rendőr, valamilyen futár vagy szerelő. De nem csak foglalkozásokat lehet, például a Visszajövőbe című pályán is egy történet volt, és azt követtük végig. De hogy ne csak ezt mondjam példának, mondjuk egy hangyabolyban vagyunk, és egy hangyát alakítunk, és ő kap különböző feladatokat. Nyomozós vagy szabadulós. Ezt a kettőt azért vettem egybe, mert igen hasonlóak, mind a kettő arról szól, hogy rejtvényeket oldjunk meg egymás után, csak a nyomozósnál ott nem egy fix helyen vagyunk, nem vagyunk bezárva, addig a szabadulósnál ott, hát ott igen. Nyomozós alatt nem feltétlenül kell nyomozásra gondolni, illetve valamilyen bűntényre. Ennek az a lényege, hogy nyomokat gyűjtünk, megvizsgálunk, összehasonlítunk, és megoldunk valamilyen rejtvényt ezek segítségével. Mondok egy példát, egy szakácsot alakítunk, aki valami nagyon ritka, nagyon régi ételnek szeretné megszerezni a receptjét. És elkezd utána nyomozni, könyvtárban olvasgat, embereket kérdez meg. Például lehet részeredmény az, hogy kideríti az egyik hozzávalót, de aztán utána kell néznie, utána kell járnia, hogy azt a hozzávalót hogyan tudja megszerezni. Vagy mondok egy másikat, mondjuk a pályán a játékos a főgonosz, és az a célja, hogy leigázza a világot, és ezt szeretne építeni egy robotot. És a robot összeszereléséhez szükséges alkatrészeket kell valahogy megszerezni, mondjuk a hozzájuk szükséges alapanyagokat, illetve összerakási recepteket. A szabadulós pályák ezzel szemben arról szólnak, hogy valahogyan kijussunk egy helyről. De ezt nem feltétlenül kell úgy érteni, hogy ez egy fizikai börtön. Ugye leggyakrabban börtönt szoktatok csinálni, de lehet az bármi. Nekem volt régen egy szabadulós pályás sorozatom, ott 5 különböző helyszín volt. Volt közte úszoda, templom, édességbolt. Például egy távoli havas helyen utazunk a hójárónkkal, hatalmas hóviharban, és egyszer csak bedöglik a gép. Ott rekedünk a hóviharban. A nálunk lévő felszerelés segítségével kell valahogy újra működésbe hozni a gépet. Ez is olyan játékmenet, mint egy szabadulós pályánál, tehát rejtvényeket kell egymás után megoldanunk, és ugye valójában nem vagyunk falak közé zárva. Viszont mégsem vagyunk szabadok. Vagy mondok egy másikat, lezuhanunk egy idegen bolygón, és az űrhajónkat kell megjavítani, összerakni. Mondjuk itt már nyilván nagyobb a terep, tehát bejárhatjuk ezt az idegen bolygót, vagy legalábbis attól függően, hogy milyen járműek állnak rendelkezésünkre, és itt ugye már lehet érezni, hogy hasonlít a nyomozós játékmenetre.
sőt tulajdonképpen a szabadulós pályák is nyomozósak, csak ott kötött a hely. Gyűjtögetős. Ennek a játékmenetnek az a lényege, hogy gyűjtögessünk. Az lehet pénz, pont, vagy valamilyen tárgy, alkatrész, stb. A lényeg az, hogy sokat kelljen gyűjteni. Gondolom mondanom sem kell, hogy ezen azért már jobban lehet érezni, hogy össze lehet kombinálni a korábbiakkal, mondjuk a fejleszgetősekkel, hiszen ahhoz, hogy a következő fejlesztést feloldjuk, valamennyi pénzt, vagy pontot, vagy alkatrészt össze kell szednünk. Szerintem azt sem kell mondanom, hogy miért jó ez a fajta játékmenet. Biztosan voltatok már játékban úgy, hogy elkezdtetek valamit nagyon gyűjtögetni, és hát tök jó érzés volt, ahogy szépen gyarapodik az ember vagyona. Az, hogy az összegyűjtött dolgokat mire kell felhasználni, az megint sok minden lehet, hiszen lehet az pénz, amit valamire levásárolhatok, lehetnek ezek hozzávalók, és mondjuk ételeket kell főznöm valamiért, vagy lehetnek hangjegyek, amikből meg zenét kell kraftolni mondjuk. Mondok valami konkrétabb példát, mondjuk különböző színű drága köveket kell összegyűjteni, egy mágust alakítunk, és ezekből a kövekből mondjuk lényeket idéz meg. Kiszolgálós. Ennek az a lényege, hogy helyhez vagyunk kötve, és mindig hozzánk jönnek a küldetésekkel. Leggyakrabban ugye a főzés szokott lenni, pizza, hotdog, hamburger, de lehet bármi más. Lehetünk autószerelők, és megjavítani kell a hozzánk hozott autókat. Lehetünk pénztárosok, és a kért dolgot kell odaadni, illetve lehúzni a gépen, meg elkérni a pénzt. De lehet egészen szürreális pályákat is kitalálni, nyugodtan ragaszkodjatok el a valóságtól, mondjuk zombik jönnek hozzánk, és emberi agyból kell különböző ételeket elkészíteni. Ennek egy kicsit minigém szaga van, hiszen helyhez vagyunk kötve, és olyan végtelenített hangulata van. Ugyanis folyamatosan jönnek az új vásárlók. De nem feltétlenül kell így lennie, ehhez is lehet történetet kitalálni. Például egy kutatáson vagytok, ahol dino csontokat ásnak ki, és neked adják oda, neked pedig attól függően, hogy milyen csont meg kell vizsgálnod. És ez ugye tart addig, amíg meg nem vizsgálod az összes csontot, és össze nem áll az egész csontváz. Kereskedős. Ebben a játékmenetben kell minél okosabban kijönni, eladásokkal és vásárlásokkal. Ennek megint csak minigame hangulata van, hiszen úgy hangzik, mint egy menedzser játék. Ami persze igaz, meg lehet csinálni olyanra is, de nem feltétlenül kell, lehet akár ezt történetesre is csinálni. Őszintén szóval még nem találkoztam ilyen pályával, lehet, hogy létezik, én még nem láttam, viszont már többször is terveztem, hogy fogok ilyet csinálni, aztán végül sosem lett belőle semmi. Szerintem ennek is van egy jó hangulata, ugye föl kell fedezni a terepet, ki kell ismerni azokat a helyeket, ahol lehet kereskedni, és okosan kell dönteni, hogy honnan érdemes venni, és hol érdemes eladni. Játékokban szokott lenni ilyen elem, biztos találkoztatok már vele. Kitermelős bányászós. Ennek az a lényege, hogy valamilyen tárgyat vagy te termelsz, vagy bányászol, tehát hogy valahogyan felhalmozol, kitermelsz, amit utána ugye eladsz. Hogy a pénzen mit veszel, az megint sok minden lehet. Legtöbbször ugye az szokott lenni, hogy saját magadat, vagy a kitermelő valamidet fejleszted, hogy még többet termeljen, és még gyorsabban termeljen, hogy így még több pénzt tudjál gyűjteni, és még drágább felszerelést megvenni. De nem feltétlenül kell így lennie. Persze nyilván izgalmas, ha minél nagyobb ütemben tudod kitermelni a tárgyakat. De akár lehet olyanra is csinálni, hogy a pénzből felszerelést veszel, amivel zombikkal küzdesz meg. És a legyőző zombik után meg mondjuk másfajta pénzt kapsz, amiből a termelésedet tudod fejleszteni, amiből ugye több pénzed jön, és akkor erősebb zombikat tudsz legyőzni. Például így is át lehet kötni a dolgot. Persze első hallásra ez is minigémes, de nem feltétlenül, csak kreativitás kérdése. Ugye a klasszikus ebből a játékmenetből az, amikor farmod van, és különböző növényeket termesztesz. De megint csak azt mondom, hogy ne ragadjatok le itt, rengeteg mindent lehet. Például lehet egy fehér nemű gyárad, és alsógatyákat, bugyikat, meg melltartókat termelsz, és azt adod el. Vagy lehet bányád, amiből nem tudom, mondjuk széket, üvegpoharat, ollót, vagy bármilyen tárgyat bányászol. Nyugodtan lehet elborult pályákat is csinálni. Rombolós. Ugye a videó elején azt mondtam, hogy ezek a játékmenetek tervezést, átgondolást igényelnek, nem lehet csak úgy nekiesni és csinálni. Na az utolsó két pontra ez nem feltétlenül igaz.
Rombolós játékmenet alatt arra gondolok, mint ahogy a neve is jelzi, hogy nem valamit gyűjtögetni, építeni, fejleszteni, tehát valahogy gyarapodni vagy gyarapítani kell, hanem pont ellenkezőleg valamit elpusztítani vagy lerombolni. Ez most úgy hangzik, minthogyha a játékos alakítaná a főgonoszt vagy valamilyen negatív karaktert, ami akár lehet is, miért ne lehetne a játékos a gonosz, az is egy tök érdekes felállás, viszont nem feltétlenül kell így lennie. Mivel a negatív oldal adja magát, inkább mondok pár példát a pozitív oldalra, mondjuk egy várost megtámad valamilyen idegen gombafaj, benövi az épületeket, és nekünk a gombákat kell elpusztítani. Mondjuk különböző eszközökkel kell valahogyan letakarítani a várost. Lángszóró, vagy robbangatni, vagy lőni, vagy lézer, vagy nem tudom, valamilyen különleges fegyver. Vagy mondjuk ez a karakternek a munkája, hogy öreg épületeket rombol le. Vagy valamilyen szemétfeldolgozóba vagyunk, és a különböző roncsokat, szemetet, kidobott gépeket kell beaprítanunk. Látványtúra. Gyakran írtok olyat, hogy nem értetek a parancsokhoz vagy a restonhoz, és ezért nem csináltok pályát. Az utolsó játékmenettel azt mutatom meg, hogy valójában úgy is lehet, hogy nem restonoztok, illetve parancsoztok. Szólhat egy pálya arról is, hogy nagyon látványos. Nincsenek komoly kihívások vagy feladatok, ott inkább a díszítés a lényeg. Persze azért érdemes valami egyszerű feladatot odarakni, vagy valami érdekes háttértörténetet, hiszen ha csak úgy felépítesz valamit és oda dobod a közepére a játékost, aki egy pár percig elnézelődik, de nem túl izgi. Viszont lehet olyan pályát csinálni, amin a látványon van a hangsúly. Például játszódhat a pálya egy olyan városban, amit egy fára építettek. És mondjuk a karakter egy pizzafutár, és a város egyik végéből a másikba le kell szállítani egy pizzát. Ugye nincs más feladat, mint elsétálni A pontból B pontba. A város meg nagyon látványosan meg lehet csinálni, és a játékosnak nincs más dolga, mint tátott szája végsétálni az utcákon. Esetleg egy-két egyszerű feladatot bele lehet szúrni, hogy mondjuk valakinek útközben segítünk, vagy egy-két egyszerű parkour feladat. Nem olyan elborult rage-elős, hanem ilyen egyblokkos ugrások, létrák, tehát amit mindenki meg tud csinálni. Tudom, nem hangzik túl tartalmasan, meg izgalmasan, de ez is a kreativitás kérdése. Meg lehet ezt jóra is csinálni. Szóval ezeket a játékmeneteket hoztam, remélem sok mindenkit sikerült motiválni, és egy kicsit máshogy álltok a kalandpálya készítéshez, és megpróbáltok több mindent kihozni a játékból. Mondtam egy pár pályaötletet videó közben, ezeket nyugodtan lehet használni, hogyha megtetszett, nyugodtan csináljátok belőle pályát, nincsen jogvédve és nem fogom senkinek se leharapni a fejét. Illetve ha nektek van ötletetek, amit megosztanátok, akkor nyugodtan. Erre való a videó alatti megjegyzések rész. Remélem sok kreatív ötletet írtok ti is. Szóval remélem tetszett és motiváló volt. A kézikönyv óvjon.